Ez a híradó 8 órakor az M1-en. Jó reggelt kívánok, Ábrahám Viola vagyok. Négy napos, példátlanul hosszú tárgyalás után megszületett a megállapodás a brüsszeli uniós csúcson. Az állam és kormányfők a hajnalig tartó tárgyaláson elfogadták a 2021 és 2027 közötti időszakra szóló uniós keretköltségvetést, valamint a koronavírus járvány okozta gazdasági és társadalmi károk helyreállítását célzó pénzügyi csomagot. Orbán Viktor miniszterelnök a lengyel kormányfővel közösen tartott sajtótájékoztatón hatalmas áttörésnek nevezte a megállapodást, amelyet magyar és lengyel közös sikernek nevezett. Hozzátette, az összes visegrádi ország büszke lehet az elért konszenzusra. Minden a jogállamiság és a költségvetés közti kapcsolat kialakítására irányuló törekvés meg lett akadályozva, sikeresen el lett utasítva. Tehát nincs semmiféle kapcsolat e között a két külön dolog között, a jogállamiság és a költségvetés között, amelyek egyaránt fontosak. Charles Michel, az európai tanácselnöke azt mondta, ez a megállapodás az unió egész jövőjét meg fogja határozni. Nehéz tárgyalásokat folytattunk egy rendkívül nehéz időszakban valamennyi európai számára. Egy jó és erős megállapodás született, és legfőképpen olyan, amilyenre Európának most szüksége van. Sorra hozzánk vissza a járványügyi szigorításokat egész Európában. Franciaországban ismét kötelező maszkot viselni a belső terekben a koronavírus ellen. A spanyol hatóságok egész Katalóniát lezárták, miután a térségben a háromszorosára nőtt a fertőzöttek száma. Eközben minden ország a vírus elleni védőoltást várja, azt remélik, hogy a vakcina még a fertőzés második hulláma előtt elkészül. Itthon egy nap alatt 6 embernél mutatták ki a koronavírust, újabb áldozata viszont nincs a járványnak. Az aktív fertőzöttek száma 511-re csökkent, de csak 83 ember tápolnak közülük kórházban, és 5-en vannak lélegeztetőgépen. 3232-en pedig már meggyógyultak a fertőzésből. Ismét katonák fertőtlenítenek a fővárosi fenntartású Pesti úti idősek otthonában. Németh Szilárd államtitkár emlékeztetett, tavasszal a Karácsony Gergely vezette önkormányzat súlyos mulasztásai miatt gócpont alakult ki az intézményben. Nem volt állandó és folyamatos orvosi ellátás, nem tartották be az előírásokat és súlyos higiéniai hiányosságokat is találtak a hatóságok. Karácsony Gergely szerint a mostani fertőtlenítésről már áprilisban megállapodtak. Speciális tetőtől talpig zárt védőruhában és gázállarcban érkeztek a Magyar Honvédség katonái a Pesti úti idős otthonhoz, hogy elkezdjék az intézmény teljes fertőtlenítését. Mintegy 85 ezer négyzetmétert kell végigjárniuk. A bejárattól indulva centiről centire haladva permetezik be az egész területet, de a be- és kihajtó autókat is kivétel nélkül fertőtlenítik. A munka a tervek szerint napokig is eltart majd. Nagyon súlyos mulasztások történtek ebben az intézményben, és ennek egy nagyon szomorú következménye lett, elharapózott a koronavírus fertőzés, sorba betegedtek meg az idős emberek és azok az ápolók, akikre ők rálettek bízva. A Honvédelmi Minisztérium államtitkára arról beszélt, az idős otthonban még áprilisban a fenntartó fővárosi önkormányzat súlyos mulasztásai miatt fertőzési gócpont alakult ki. Németh Szilárd hozzátette, nem volt állandó és folyamatos orvosi ellátás az intézményben, nem tartották be az előírásokat és súlyos higiéniai mulasztásokat is találtak a hatóságok. Karácsony Gergely főpolgármester pedig egyszer sem látogatott el az otthonba. Az, ahogy bánnak ezzel az idős otthonnal, azok a felelős politikusok, a főpolgármester és a szakmai helyettese, az azt gondolom nagyon sok kérdést vet fel mindenkiben. Alkalmasak-e erre a pozícióra? Az a szerencsétlenkedés, az a tétlenkedés, az a tenni nem akarás, ahogy hozzáállnak ehhez, az mindenféleképpen elítélendő. Azt gondolom. Karácsony Gergely főpolgármester korábban többször is azt állította, hogy betartották a szabályokat. Minden jogszabályi feltételt teljesített a főváros, mint fenntartó a Pesti úti időtávban, az orvosi ellátás szempontjából is. Igen.
A mostani fertőtlenítésről pedig közösségi oldalán azt írta, erről már áprilisban megállapodtak, minden esetre a katonák munkáját köszönik. Intézménynek nem volt orvosa, én ezt kimerem mondani nyíltan, mert se decemberben, se januárban, se februárban nem volt orvos. Hónapokon át nem volt orvos a Pesti úti idős otthonban, erről beszélt korábban a Híradónak az egyik elhunyt idős ápolt hozzátartozója. Csüri Krisztián hozzátette, a fővárosi fenntartású intézmény az alapvető higiéniai feltételeknek sem felelt meg. A család a történtek miatt pert indított az ügyben, azóta ismeretlen tettes ellen folyik a nyomozás. Az idős otthonban április elején alakult ki tömeges megbetegedés. Két nap alatt 150 embert szállítottak kórházba. Az országos tiszti főorvos helyszíni ellenőrzést is tartott, és azonnali intézkedéseket rendelt el, de addigra már több százan megbetegedtek. A fővárosi kormányhivatal a hiányosságok miatt kétszer összesen 1,2 millió forintra büntette meg az idős otthont, ahol a legfrissebb adatok szerint 338-an fertőzöttek meg koronavírussal, 55 lakó pedig meghalt. A Honvédség eddig országszerte több mint 1000 szociális intézményben végzett vírusmentesítést. A Pesti úton legutóbb húsvétkor 6 napon keresztül fertőtlenítettek. A katonák most azért dolgoznak, hogy megelőzzék a további megbetegedéseket. Többségében bevándorlók voltak azok, akik részt vettek a szombat éjszakai zavargásokban Frankfurtban. A rendőrség közlése szerint többek között Szíriából, Marokkóból és Afganisztánból érkeztek. A szabályok ellenére tartottak tömegrendezvényt, majd rátámadtak a kiérkező rendőrökre. A helyi hatóságok kitoloncolnák őket. Bulizók csaptak össze a rendőrökkel a németországi Frankfurt városában vasárnap hajnalban. Egy szabadtéri rendezvényen a megengedettnél jóval többen, csak nem 3000-en gyűltek össze. A zavargások azután kezdődtek, hogy a hatóságok megpróbálták feloszlatni a tömeget. A randalírozók üvegekkel dobálták a rendőröket, akik közül többen megsérültek. Az elkövetők többsége 17 és 23 év közötti volt. A helyszínen 39 embert vettünk őrizetbe. Többségük bevándorló, akik Szíriából, Afganisztánból, Törökországból, Spanyolországból vagy Marokkóból érkeztek. Közülük 38-an férfiak, az őrizetbe vett személyek többségének pedig már volt dolga a rendőrséggel, nyilatkozta a frankfurti rendőrfőkapitány. A frankfurti hatóságok kérelmet nyújtottak be a német igazságügyminisztériumhoz, amelyben az elkövetők kitoloncolását kérik Frankfurtból. Azokat az embereket, akik nem akarják betartani a város szabályait, nem látjuk itt szívesen. Ezért most egy kizárási határozatot várunk a bíróságtól. A kérelmet a város vezetése és a rendőrség közösen adta be. Ha az egész ország közösen akar megbirkózni ezzel a helyzettel, akkor sürgősen szükségünk van az igazságszolgáltatás jóváhagyására. Jelezniük kell, hogy komolyan veszik a helyzetet, jelentette ki Frankfurt biztonsági főnöke. Egy hónapon belül másodszor törtek kizavargások Németországban. Június végén Stuttgartban egy igazoltatás után esett neki a tömeg a hatóságoknak. Akkor legkevesebb 19 rendőr megsérült. 24 randalírozót vettek őrizetbe, minden második külföldi állampolgár volt. Újabb magyar rendőrkontingens indult útnak Szerbiába és Észak-Macedóniába, hogy segítsenek az ottani hatóságoknak az illegális migráció visszaszorításában. A magyar rendőrök közösen járőröznek majd a szerb, illetve az észak-macedón határőrökkel. Részt vesznek az embercsempészbandák elleni akciókban, és közreműködnek az elfogott illegális határátlépők előállításában. Az egység búcsúztatásán az ORFK határrendészeti főosztályának vezetője azt mondta, jelenleg teli tett a balkáni migrációs útvonal, és ez Magyarországon is érzékelhető. Magyarország kedvező helyzetben van, hiszen a fizikai határzár jelentős segítséget nyújt nekünk az illegális migráció elleni fellépésben. Emellett azonban a szerb-magyar határ mellett a román-magyar határ, illetve a magyar-horvát határszakaszon is jelentős a kísérleteknek a száma. Magyarország és Izrael mindig számíthat egymásra. A két ország barátsága, partneri együttműködése erősebb, mint valaha. Ezt mondta Szijjártó Péter Jeruzsálemben, ahol az izraeli külügyminiszterrel tárgyalt. Szijjártó Péter kiemelte, a Közel-Keleten Izrael az első számú kereskedelmi és beruházó partnere Magyarországnak. Hozzátette, továbbra is kiállunk amellett, hogy a nemzetközi szervezetek igazságos és kiegyensúlyozott hozzáállást tanúsítsanak Izraellel szemben.
Soha nem fogunk támogatni olyan döntéseket, olyan intézkedéseket, olyan nyilatkozatokat, amelyek Izraellel szemben egyoldalúak, elfogultak, ellenségesek, sem az Európai Unióban, sem az ENSZ-ben. Továbbra is azt szorgalmazzuk, hogy a nemzetközi politikai szervezetek egy fair, tisztességes álláspontot és megközelítést alkalmazzanak Izraellel szemben. A szíriai légvédelem ismeretlen repülőgépeket észlelt Damaszkusz fölött, és tüzet nyitott rájuk. A szíriai főváros déli részén legalább 4 hangos robbanás volt hallható az esti órákban, a támadás mintegy 15 percig tartott. A szíriai hadsereg szerint Izrael mért légicsapást damaszkuszi célpontokra, de áldozatai nincsenek a támadásnak, csak anyagi károk keletkeztek. A szíriai légvédelem válaszolt a behatolásra, és a kilőtt rakéták többségét megsemmisítették. Ősztől már minden diák ingyen kapja a tankönyveket. Ez összesen 1,2 millió tanulót érint. Rétvári Bence államtitkár azt mondta, az intézkedés az általános és középiskolásokra, valamint a 13. évfolyamtól a szakképzésben tanulókra is vonatkozik. Az ingyenes tankönyvellátás kiterjesztése több mint 13 milliárd forintba kerül, a családok pedig gyermekenként akár 20-30 ezer forintot is megspórolhatnak. A kormány a családtámogatások egyik formájaként tekint a tankönyvellátásra. Újabb üteméhez érkezik az Antenna Hungária technológia váltása. Az átállás ezúttal Kelet-Magyarország egyes területeit érinti. Szerdán 0 órától déli 12 óráig teljes vagy részleges leállás várható a Mindig TV és a Mindig TV Extra szolgáltatásokban Hajdubihar, Jász-Nagykun, Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Az üzemszünet után az érintett körzetekben lehetséges, hogy újra kell hangolni a dekódereket is.